Szeretettel köszöntök mindenkit, hosszú kihagyás után egy makettező videó jön ismét. Hogy miért volt ez a hosszú kihagyás, erről majd beszélek egy kicsit a videó végén, hogyha valakit esetleg érdekel. Gondolok itt az állandó nézőkre, azok talán még megnézik, akik még nem, azokat nem fárasztam ezzel. Tehát elkészült a két italeri makett, mind a kettőt egy videóban fogom bemutatni. Az egyik a Willys Jeep, a kis utánfutójával együtt, a másik pedig a német Kübelwagen. Mind a kettő ugye egy ikonikus terepjáró, az egyik a német, a másik az amerikai oldalon. Hát kezdjük ugye a Willys Jeep-pel. Összességében egy szép makett lett, nekem végül is tetszik, ami kisült belőle. Nem volt egyen szilárdságú a két makett, tehát a Willys Jeep egy picit talán jobban kidolgozott volt, vagy jobban részletesebb volt, vagy jobb minőségű volt, mint a Kübelwagen. Én gondolok itt az elemek kidolgozottságára, de alapvetően mind a kettő azért jó volt, pláne annyi pénzért, amennyiért ezeket árulták annak idején, tehát ezek tényleg egy barát ilyen jó árba kiadott jó készletek. Hát ugye itt kapunk egy, ahogy a dobozbontó videóban is vissza tudjátok nézni, itt kapunk egy komplet, jó, tulajdonképpen egy komplet diorámát. Ugye ez szerintem ritka, hogy a dobozképben látottak, vagy a dobozképen látottak, azok ugye egy-egyben megfelelnek annak, ami a dobozban van. Tehát itt a dobozkép az nem csak illusztráció, hanem gyakorlatilag a dobozképben szereplő diorámát igazából össze lehet rakni, tehát itt nem csak a utánfutót és a terrautót tartalmazza a készlet, mondjuk rajta is van a dobozon, hanem a három figurát ebben a helyzetben, hogy a dobozképen látszik, és a gyakorlatilag egy páncélökött, vagy hát egy tankárító löveget tart, ugye az egyik katona még a kezében. Tehát ezt kompletten össze lehet rakni, és igaz ez a Kübelwagenre is, ahol gyakorlatilag ott egy sátor, Rommel figurája, egy sátor, és hát nem tudné Rommelé, de azért külsőre elég Rommel kinézetű, egy sátor, és egy rádió, és egy rádió, és egy rádiókezelő, egy kis székkel, és egy asztalkával található, tehát gyakorlatilag minden összepakolható ebből. Tehát jó volt az építés, nem az építés nehézsége miatt húzódott itt a videó, ezt majd később elmondom, hanem mert elhúztam az időt, de alapvetően jól lehetett építeni. Hát a méret arány miatt azért nem annyira részletes a Jeep, mint amennyire életben lehetett, vagy életben volt. Úgyhogy nézegettem itt főleg a festésnél, egyébként az elég nagy hibám, hogy mindig a festés végén kezdem nézegetni a videókat erről a járműről, és nem előtte. Hasznosabb lenne a fordított sorrend, mert akkor mondjuk bizonyos dolgokat jobban csinálnék színügyileg, meg egyéb szempontból. Na mindegy, a lényeg, hogy itt a Jeep oldalán, itt a vezető oldal részen, ugye az ajtó résznél, ott ugye föl kellett volna kerülnie még két szerszámnak, egy lapátnak, meg egy fejszínek, ami, hát azért is néztem videókat, mert olyan nagyon nem illik oda. Tehát van egy ilyen bájat, mélyedés a terepjáró oldalán, amiben elméletileg beleilleszkedik ez a két szerszám, de nem tud oda simulni, mert annyira kiugrik ott a Jeepnek az oldala, hogy igazából valamelyik oldalon mindenképpen eláll. Ugye a dobozkép egy kicsit csal, mert ott úgy mutatja, mint hogy ez tökéletesen oda simulna, hát marhára nem simul oda. És ennek az az oka, hogy megnézz az eredeti képeket, hogy ott ezeknek a szerszámoknak a rögzítése ez elég lazán történt. Tehát ilyen pántokkal volt gyakorlatilag oda szíjazva a két szerszám, tehát ezek egyáltalán nem simultak oda életben sem a jármű oldalához. Na most ezzel viszont az a probléma, hogy ahhoz, hogy ez autentikus legyen, meg kinézzen valahogy, ehhez gyakorlatilag nekem kellett volna valami pántot oda
fabrikálni mind a, hát igazából mind a két oldalra, mert a lapát sem simul az oldalához, tehát a lapát is úgy néz ki, hogy egy ilyen zseb van kialakítva a oldalt, és ebbe a zsebbe megy bele a lapátnak a vége, a lapátnak a hegye, vagy hát feje, de alapvetően ezt ugye szerintem ebben a méretarányban, hát nem mondom, hogy lehetetlen, de én nem akartam bravúrozni ezzel, vagy brillírozni ezzel, viszont így meg csúnya lett volna föltenni, úgyhogy lemaradt. Hát van ilyen, hogy a szerszámot lehagyom, ez most itt tulajdonképpen lemaradt. Ha már a Jeep oldaláról beszélünk, ugye ott is van egy hiba, mert ugye a matricázásnál keresgéltem videókat, és azért azt tudni kell, hogy ez a Willys Jeep is, hát nem azt mondom, hogy a hány darab annyi féle, de azért ebben is rengeteg variáció van, állati sok variáció van, és gyakorlatilag a matricák nem feltétlenül passzolnak össze, tehát nem teljesen stimmel mindenük. Megmondom miért, ugye alapvetően kétféle matricát, ja nem az oldalát, bocsánat, az oldalát még lezárva a gondolatnak. Tehát ugye több variáció van, és például, hogy az oldalán az üzemanyag beöntő, tehát az üzemanyag tartály, illetve a tanksapka, én úgy vettem észre, a legtöbb Jeep típusnál ugye ott van a vezető oldalülés mellett. Tehát, hogy ott kellene legyen még valamiféle bemélyedés, valami üzemanyagtöltő nyílás, tehát, hogy alapvetően ott van egy hiány. Én őszintén szóval nem láttam olyan Jeepet élő felvételbe, ugye ebből elég sok van modern restaurált is, ami így nézett volna ki, tehát ott ilyen sima lett volna az oldal, úgyhogy élek a gyanúval, hogy ott azért valami lemaradt egyébként is. Na és akkor visszatérve a matricázásra, két szetet, és hát négy szetet ad az Italeri, ehhez gyakorlatilag van két tengerészgyalogság és két USA feliratú. Na és akkor itt van a teljes káosz és katyvasz, amivel nem tudtam úrrá lenni itt a megnézett videók alapján sem, hogy mi lenne a nyerő, mert ugye a sima csillag, a sima fehér csillag és a sárga jelzés, sárga oldaljelzést igazából a tengerész gyalogságra találtam meg, viszont itt hát vannak olyan problémák, hogy ugye a körbelévő csillag ugye az a hadseregi, akkor ugye mindennek elméletileg körbelévő csillagnak kellene lennie, és a számok, tehát ugye az alatta lévő lacsonszám talán, de mindegy, tehát az a jármű szám, annak, ha jól láttam, legalábbis ilyen restauráltakon, annak azért illene egyezni a hátul lévő, tehát a utánfutón lévő hátsó számnak. Tehát itt, hogy látjuk, most ez a USA 3499 végé a terepjáró, vagyis a utánfutó, és maga a jármű az meg 11994. Én úgy vettem észre az ilyen restaurált bemutatottakon, hogy azért annak egyeznie kellene. Tehát ez alapvetően nem jó, illetve a jármű elején található, hogy az nyilván az egységre utaló számozás, ugye ez a HQ2, ugye elméletileg, ja nem az van, nincs rajta, bocs, igen, tehát a hosszú számnak kéne egyezni az első számmal, tehát az, amit hiányolok, tehát olyan szett nincs, tehát alapvetően úgy van, hogy az utánfutóhoz tulajdonképpen egy USA feliratot kapunk csak, és a terepjáróhoz kapunk USA-t és USMC-t, tehát a tengerészgyalogságot, ezt a kettőt kapjuk, de csak a terepjáróhoz, tehát az utánfutó az mindenképpen csak USA feliratú lesz, tehát nem lehet szinkronozni a kettőt. Tehát azt meg nem tudom, hogy volt-e olyan szkenárió, hogy az utánfutó az
az haditengerészeti volt, a terepjáró meg USA feliratú, őszintén szóval ilyet meg, hát nem, egyrészt nem is nagyon tudok elképzelni, jó, hát aztán lehet, hogy a nagy káoszban volt ilyen is, de alapvetően úgy voltam vele, hogy akkor menjen föl egységesen, tehát akkor legyen USA is kész, az a szám még nem is tíme, de azért mondjuk ebbe is van kavarodás, mert azért láttam Vestúrát darabokon úgy is, hogy nem körbelévő csillag, és mégis USA felirat, és akkor itt variálódik az élet, hogy akkor ott most fehér az USA, vagy sárga. A sárgával az volt a bajom alapvetően, hogy itt a dobozban egymás alatt lévő felirat van, tehát sárga USA felirat, és alatt a szám. Na most ezt élőben viszont ilyet nem találtam, tehát hogyha... Ja nem, bocsánat, az a tengeri gyalogság. Tehát hogyha tengeri gyalogság és felirat, azok viszont nem egymás alatt voltak, hanem egymás mellett voltak sárgával. Tehát úgy, hogy sárga szöveg és alatt a szám, egymás alatt és sárgával, nagy ilyet nem találtam, mert ilyen van a dobozban. Úgyhogy alapvetően az se passzol. Tehát gyakorlatilag a négy matrica készletből, ha az ember nagyon alapos, szerintem négyből három kiesik a felrakható lehetséges matricák közül. Tehát igazából egyet találtam olyat készletet találtam olyat, amiről láttam élő felvételt is. Tehát helyreállított járművet ugyan, de találtam olyat, hogy na ez így volt matricázva, ilyen formátuma. Még akkor sem stimmel pontosan, mert akkor a számok nem stimmelnek elő hátul, tehát az utánfutó és a jármű szeme nem passzol. Úgyhogy ez most tulajdonképpen egy... Azt most elfelejtettem megnézni, de ez talán a 44-es olasz első frontos megfelelője, vagy hát a doboz szerint annak a felmatricázása. Úgyhogy ez ilyen lett. A nyárműre van némi mozgásterünk, kialakítás, hogy csináljuk meg. A szélvédő az lehajtható, tehát az nem fixen van ott, illetve a motorháztetőnél hát lehet úgy játszani, hogy nem, én is most úgy raktam föl, hogy nem rögzítettem a motorháztetőt, tehát a motorháztetőt a csikrában van szorítva, de nincs rögzítve, tehát kvázi le lehet venni, és akkor látszik a motortér kidolgozás az egész jó, tehát végül is látszik minden fő elem, a akkumulátor, a motor, a ventilátor, hűtő, még a csövek is egész jól oda passzolnak, tehát alapvetően az jó. Illetve a hűtőrács is passzol, tehát az első rács mögött ott van egy hűtőrács, ami tehát itt, amit külön is lehet festeni, itt meg szépen ki van alakítva. Tehát az alapvetően passzol. A szélvédő, az, hát a szélvédőnél is vannak ugye kisebb problémák, mert a szélvédő, tehát az ablaktörlő motorja, az ugye a képen az egyáltalán nem látszik, itt valamelyest látszik, de kicsi. De hát ennél, ahogy néztem, nagyobb motor volt ott a tetőn, tehát hogy fölülről mozgott az ablaktörlő, de az ugye nincs annyira kidolgozva. Illetve ez a szélvédőnél, ha jól láttam, az egy puskatartó tok, tehát oda egy puskát lehetett elhelyezni. Hát az egy picit lehetett volna jobban kidolgozott, mert azért az eléggé látszik, tehát hogy abba, ha nagyon precíz akar lenni az ember, akkor tehetne egy puskát, hát így most azért abban nem férne bele semmi, mert nem tok, hanem csak egy forma. Ami még úgy egy picit hiányos, és hát biztos a rutinosabbak ki is szúrják, hogy az ülésnek a színe, hát az nem annyira passzol, sem a színe, sem a... Igen, azért, hogy csinálom, csak itt visszarakni. Hát igen, azért... Igen, a másik hiányosság még, hogy ugye itt, ha megnézzük, a szélvédőnél elég nagy a hézag. Igen, elég nagy a hézag a szélvédő, és a... Tehát itt
Elég nagy a szénhézag, ott ugye normál esetben annak teljesen le kéne záródni a motorháztetőig. Igen, teljesen le kell. Ugyan vannak olyan modellek, ahol oda utólag barkácsoltak lelkes gyűjtők és felújítók, tettek plusz szigetelést, tehát gondolom azért teljesen légmentesen alapba se zár, de azért ennél jobban. Na mindegy, hát visszatérve az ülésekre, az ülések színe a sajnos nem passzol. Hát a leírás ugye azt írja, hogy tan, tehát hogy tan green. Na most, hát itt is ugye utólag néztem meg, jobban jártam volna, előtte megnézzem, és úgy láttam, hogy ugye maga jármű most olive drop, és valami drapszín lett volna jobb oda annak az ülésnek, tehát az ilyen szürkés zöld, ahogy néztem, tehát nem mondanám világos zöldnek, hanem ilyen szürkés zöld. Tehát az lett volna a jó, de nem is ez a fő probléma vele, ugye azóta, hogy kimaszkoltam, lefestettem már erre a zöldre, viszont akkor nem akartam már újra maszkolni. A másik probléma vele, hogy egy picit el van nagyolva, hát nyilván ebben a méretarányban azért ezt nehéz kidolgozni, de az ülésnél, tehát úgy nézett ki, hogy ez egy keret, és a keretre volt egy vászonszerű föl patentolva két oldalon. Tehát itt ez a, tehát az a váz, az a cső, amire ez ugye föl van téve, tehát ez, itt ez annyira nem látszódhatna, sőt egyáltalán nem látszódhatna, mert az oldalt volt rá patentozva. Itt is ugyanaz igaz, hogy ugye nagyjából elfette ezt a vázat, ezt a keretet. Gondolkodtam azon, hogy ha szépen akartam volna, nagyon szépen akartam, és szöszölni akartam volna még ezzel, akkor esetleg egy festékbeáztatott papír zsebkendővel még talán meg lehetett volna oldani, hogy azt még ráhúzni, egyébként igaz ez a hátsókra is, tehát az is be volt burkolva, és illetve ez még ledönthető volt, ha jól néztem, tehát hogy ezt be lehetett hajtani előrefele. Illetve ezt az első ülést, ezt meg azt hiszem, ezt is előre lehetett teljesen hajtani. Tehát itt volt rögzítve alul, és akkor ez meg így föl hajtható volt. Hát mint a, mit tudom én, kétüléses kocsiknál, vagy kéthajtós kocsiknál, valami hasonló kialakítás volt. Hát ezt nyilván ebben a méretarányban valószínűleg nehéz megvalósítani. Ja igen, és akkor még opció, hogy tulajdonképpen ez lehet ugye ilyen nyitott ponyvátlan megoldásra föltenni, illetve hát adták hozzá ponyvát, tehát ezt ugye lehetne zártan is építeni. Tehát alapvetően egészen jópofa építési lehetőségek vannak, tehát, és egyébként az a ponyva az meg egész jól textúrázott, tehát hogyha az ember a teljesen zárt verziót szeretné, akkor igazából az is elég minőségi. Én nem szerettem volna a zártat egész egyszerűen azért, például lekapom a motorháztatőt, ezért egész egyszerűen azért nem szerettem volna, mert tipikusan szerintem ez a verzió volt a köztudatban inkább elterjedt, hát illetve a filmekben is egyéb helyeken inkább ezt a verziót láthatjuk, már hogy a nyitott és nem a ponyvás részt, vagyis kivitelt. Egészen kulturáltan kialakított motortér. Hát, hogy itt is most mi lett volna a tuti, valószínűleg nem ez a fekete, már a motor színének, hanem úgy néztem, hogy talán itt zöldre festették a motorblokkot is. Én úgy láttam, hogy talán volt olyan kivitel is, hogy az teljesen zöld volt, az egész motorblokk. De végül is szerintem ez is egész autentikus így. Hát ezt elvileg egész könnyen lehet vissza pakolni. Az elején egész jól megszorul, igen, és akkor gyakorlatilag
Gyakorlatilag látszik is, meg nem is. Ez ugye direkt a maketnél problémám, hogy oldjam meg, mert ugye nagyon sok maketnél van az, hogy vannak egész jól kidolgozott részek, amiket hát ugye elrejt később a makett, illetve hát nehéz teljesen kidolgozott formában megmutatni. Ez szerintem így egészen jól megoldható. Hát ha valaki nagyon mazohista, akkor nyilván tudna olyat, hogy azt ott le is zsanírozza mondjuk belülről, és akkor akár nyitható is. Hát ugye a hátul volt a zsanér, tehát elől nyílt ki, nem ördögtől való az a megoldás se. De hát azért ennyi energiát én ebbe nem akartam belefetszölni, ez az igazság. Úgyhogy ez ott a Village Jeep. Úgyhogy ez egy jó kis kit, nekem tetszett. Mondom, nem az építés nehézsége miatt nyúlt az idő, nem volt vele különösebb probléma, szépen összeállt minden. Teljesen jól építhető volt, tényleg részletgazdag, ha valaki diorámázik, akkor meg pláne, én ugye azt nem csinálom, de alapvetően lehetne. Tehát ebben a méretarányban szerintem egy egész korrekt és vállalható makett lett. És úgy emlékszem, hogy elég olcsó volt, tehát nagyjából egy olyan, talán picit volt több, mint egy 1/72-es átlagosan. Tehát alapvetően egy jó ár arányban volt az egész. És hát ugye a dobozképpen látható diorámát akár össze is lehet rakni belőle. Jó, ez volt a Village Jeep, és akkor most jöjjön a Kübelwagen. Nos, tehát a Kübelwagen német Jeep, Volkswagen gyártmány, maket leírását, bemutató videót megtaláljátok a leírásba, belinkelem majd fölülre. Nagyobb, mint a Village Jeep, tehát én fordítva gondoltam, hogy ez lesz a kisebb, és a Village lesz a nagyobb, de nem. Tehát ennek a hossza azért nagyobb. Hát, hogy eleve nem... Hát jó, mondjuk a Willisen, hogy igazából ajtó sincs, hogy egy 4 ajtó van a járművön. Nem terhet szállított, hanem inkább személyzetet. Ezt is össze lehetett rakni kétféleképpen, vagy egy nyitott, vagy egy zárt módszerre, vagy hát vagy egy ponyvás, vagy egy behúzott ponyvás, vagy nyitott ponyvás megoldással. Azt nézem egyébként, hogy a összecsukott ponyvának a magát a ponyva tartót, azt nem raktam rá. Ez így most tűnt fel, na mindegy, hát lehet, hogy akkor ez így nem autentikus. Tehát, hogy az összecsukott ponyva
annak itt kellett volna lenni. Igen, az lemaradt, ugye a ponyvát azt úgy ignoráltam, ezért gyakorlatilag lehet, hogy ezt itt nem figyeltem meg jól, bár aztán lehet, hogy ez teljesen eltávolítható volt, nem tudom. Én így emlékszem alapvetően, hogy amit így láttam, az nem volt semmiféle ponyva, még csak az sem így összecsukott állapotú volt. Na mindegy, egyébként sem nagyon van helye alapvetően hátul. Na tehát végülis egy egyszerű építés volt. A végeredmény nem rossz, nem volt annyira kidolgozó szerintem, mint a Willis. Annál kevésbé kidolgozott volt, hogyha az ember össze akarja rakni belőle a diorámát, azt ugye össze lehet pattintani egész jól, tehát úgy végül is akkor kap egy egész szép élethű képet. Tehát ezt a képet, ugye ezt elég sokszor, nem ezt a képet, de hasonló képeket, főleg Rommelről, ugye szoktak mutogatni sokat, úgyhogy alapvetően tényleg rá lehet csúszni az élethűségre. Hát erről nem tudok sok mindent mondani magáról a maketről, tehát itt minden passzolt szerintem. Hát egy dolog nem, nyilván azt itt tudjuk, hogy ugye ugye itt a horogkereszt problematika az mindig ugye bejátszik. Tehát ugye az oldalán, ugye az Afrika Korps pálmafás horogkeresztes jelzése az lenne ugye az ajtón, élethűen, amit nyilván ugye az újabb modellekben már nem érünk tetten. Ha ott is van, akkor úgy van ott, hogy ott van a pálmafa. Ja, igen, itt látszik, tehát ott van a pálmafa, de nincs benne a törzsön ugye a horogkereszt, tehát azt gyakorlatilag lehagyják. Ami hát így egy picit történelem hamisításnak is lenne mondható, de hát mindegy, ebben ne kössünk bele. Lehet azért utólag, tehát lehet pótolni, tehát lehet azért ilyen matricaszeteket beszerezni, nem is olyan nehéz, ahol azért ott van, csak ugye a gyártó nem akarja rogi bonyodalmakat, és akkor inkább úgy van vele, gondolom, hogyha valaki nagyon erre vágyik, azt majd odafesti vagy pótolja, de alapvetően ő a többi részt biztosítja. Mindegy, hát mivel a dobozképen sincs rajta a maga jelzés, én el tudtam képzelni, hogy volt olyan jármű, amin egyáltalán nem volt ott, úgyhogy arról szintén azt nem raktam rá, az lemaradt. Hát ugye a kidolgozottság azért nem annyira hűde, de részben a méretarány miatt mondjuk egy picit lehetne jobb, ezért mondom azt, hogy a Willis egy picit talán jobban teljesítette a feladatot, mert itt a kilincsek, azért a kilincs az még olyan méretarány, amit a Willisnél ugye a kapaszkodók, meg ezek azért azok ott voltak külön, itt ugye bele van öntve a járműbe, tehát nem ugrik ki a síkból, hanem csak egy öntött valamit kapunk. A motor az is bizonytalanodtam el, mert az ugye nincs, tehát ugye nem lehet berakni, de egyébként most, bocsánat, látom így a tükörbe az alváz alatt hátsó motoros ott van. A motornak az alja az alvázon ugye az látszik, de aztán ennyi. Tehát a tengelyek, meg a felfüggesztés, a rugózás az abszolút nem látszik. Jó, hát ennek ugye alapvetően burka volt, tehát sok minden nincs mi látszódjon, nincs túl sok minden, ami látszódjon. Ugye egy-két tengely látszik, de aztán ennyi. Tehát alapvetően nincs túl részletezve a dolog. Ugye kapunk egy-két pedált, kapunk egy sebességváltót, kapunk egy műszerfalat. Műszerfalra, ja, az a Willisnél sincs, tehát a Willisnél sincs matrica, tehát azt, ha próbálja az ember, akkor megcsinálja. Mondjuk a Willisnél is egyébként lehetett volna, mert ott is a műszerfalon volt egy ilyen panel feliratokkal, azt még azért lematricázhatták volna. Meg ott oldalt is voltak bizonyos feliratok belül a beltérben. Hát itt ugye túl sok matricát nem kapunk, itt kapunk első-hátsó rendszámtáblát, kapjuk ezt a saktáblaszerű jelzést, illetve ennyi. Illetve hát azt a hiányos pálmafás Afrika Korps jelzést, és a rendszámból azt hiszem a kettő.
kettő variáció, kettő Wehrmachtos rendszám, hát itt ugye nagy variáció amúgy se volt. És ennyi. Hát ez lett volna a két makett, mondom, azért jó volt az összeállítása, rekord lassan készült. Tulajdonképpen az előző makett, az szerintem tavaly szeptemberben, vagy mikor készült el, tehát most ez egy ilyen fél éves kihagyás volt gyakorlatilag. Volt már ilyen korábban is, csak akkor azért volt, mert akkor elkezdtem társasjáték miatt figurát festeni. Tehát akkor a figurafestő időszakomat éltem, és akkor azért volt ott hosszabb kihagyás volt ott. Azt hiszem az volt másfél év is. Abban az esetben. Hát itt most nem ez van. Komplex volt a probléma, vagy hát összetett. Alapvetően sok minden bezavart mostanság. Hát egyrészt ugye engem nagyon megvisel ez a, mondom, lehet, hogy másokat is, valószínűleg másokat is, ez a háborús helyzet, és alapvetően azért visel meg, mert ugye az ember éli a kis világát, és akkor hirtelen egyik napról a másikra, hogy van egy pár gyökér, most teljesen nem akarok oldalt foglalni, vagy ásfoglalom, és mondom el a véleményemet az egészen már, hogy a hátterét, mert ebbe is állati nagy az eltérés, hogy ki hogy látja ezt az egészet, de alapvetően mindegy is, hogy hogy látjuk, alapvetően az a probléma ezzel, hogy van kettő, vagy három, négy, vagy van egy csoport ember, aki tulajdonképpen így szétbassza az életünket, tulajdonképpen ez nagyon összefoglalva erről szól ez az egész, és itt most mondom szándékosan, nem mondom az elveket, meg hogy most kinek van igaza, mert mondhatjuk azt is, hogy senkinek nincs, mondhatjuk, hogy egyiknek vagy a másiknak. Alapvetően, ha nagyon elvonatkoztatunk mindenről, akkor szerintem senkinek nincs, mert senkinek nincs joga szétbaszni az életedet, csak azért, mert neki valamilyen elve van. Nem visz előre, nem engedheti meg magának az emberiség, nincs annyi erőforrásunk már, pusztítjuk a Földet már így is, nincs miből, nincs hova, amit szétlőnek, a soha az életben nem lesz már visszaállítva. Tehát az emberiség egy kivételes helyzetben van, csak az a baj, hogy az emberiség nem tud emberiségként gondolkodni. Egy kivételes helyzetben van, amit nem is vesz észre, és gyakorlatilag el kellett volna már jutni odáig, 2023-ban, hogy rájöjjünk, hogy az nem visz előre, hogy én most ezt vagy azt megtámadom, meg ezt ellegyőzöm, meg kinyírom, meg fölrobbantom, meg szétbaszom, mert igazából összességében ugyanabban a homokozóban vagyunk, és most hol tök mindegy, hogy hol pingáljuk meg a határokat, attól nem leszünk összességben beljebb. Most itt tettem én oda, kitűzünk egy zászlót, és azt mondjuk, hogy na bazd meg, ez az enyém, mert nem a tied, mert az egész emberiségé, na minden, ami megpusztítja magát szépen lassan és biztosan. Tehát mind megdöglünk, úgyhogy igazából az nem visz előre. Na mindegy, úgyhogy ez az egyik tényező. Hát ugye nyilván a makettezésnek olyan szempontból összefüggése van ezzel az egészen nálam, hogy én két okból, célból makettezek. Az egyik cél az, hogy összerakjam, nyilván, mert jó pofa időtöltés. A másik meg egy kicsit hát nagyra vágyó, vagy hát egy kicsit naív álom, hogy talán rámutassak arra, hogy... Tehát igazából én nem a járműveket fetisizálom, vagy nem azt, vagy próbálom úgy csinálni, hogy ne az legyen a cél, hogy én most valamit ott tároljak, vagy istenítsek, vagy mit tudom én, ilyen céljaim nincsenek, hanem azt akarom bemutatni, hogy próbálom bemutatni, hogy a haditechnika hogy találta meg azt a szörnyű célt, hogy lehet hatékonyan embereket pusztítani, és nem azért, mert ez jó, mert ez borzalmas, csak hogy én azt gondolom, vagy gondoltam a háborús helyzet kialakulásáig, hogy ez egy olyan dolog, amit az ember úgy már
az emberiség úgy maga mögött hagyott. Jó, eltekintve az ilyen fejletlen világoktól, ahol még ott mai napig ott ölik egymást, ilyen törzs öli a másik törzset, mert nem tudom, az egy másik törzs, de hogy alapvetően a nyugati fejlett világ, tehát az Európa és az amerikai kontinens talán már túllépett ezen a gondolkodáson, vagy hát egy kicsit melyebb, és ez már a múlt. Na most ugye az a baj, hogy amikor kialakul ez a szituáció, és amikor napi hírekben hallom azt, hogy a Putyin akar visszamenni, tehát jogfolytonosságot, meg politikai folytonosságot akar kialakítani a 45-ös, 6-os, tehát a második világháborús időszakot próbálja, mint a jelent megmutatni, mint hogyha nem telt volna el 50 év, és nem változott volna meg gyökeresen a világ, na ez fáj. Tehát, hogy ez vagy egy elmebaj, vagy agybaj, vagy egy olyan tudatos orwelli összemosás, vagy hát ilyen orwelli disztópia, ami borzasztó. Tehát, hogy Eurázsia ezért küzd Óceániával, és akkor ez még mindig is azzal küzdött, de nem, mert holnap már nem, mert akkor Eurázsia mindig is Óceánia barátja volt. Tehát, hogy az ilyen jellegű történelem át maszatolások és újraértelmezések és jogalapként történő felhasználása, hát ez mélységesen elszomorít, úgyhogy igazából azt is mondhatom, egy picit elment a kedvem az egésztől ilyen szempontból. Szóval ez ott az egyik. A másik teljesen ettől független tényező és komponens, hogy a szomszédomban már 2 éve, idestóval 2 éve elkezdtek építkezni. És tehát ugye a maketezés nálam ez egy ilyen nyugalom szigete volt, még a home office előtt is, akkor is, amikor hazaértem, és zsibbadt agyal az ember, nekiáll, és akkor csinál valamit, és akkor leül, és akkor nincs energiája, meg nincs ereje, de mégis leül, és akkor mégiscsak jó, mert azt veszi észre az ember, hogy leül, és akkor nem fáradtabb lesz, hanem kipihentebb lesz, és akkor látja, hogy ez tök jó, és akkor ezt úgy csinálja. Na most ehhez viszont nyugalom kell, tehát az kell ez a béke szigete, hogy én leüljek a kis asztalomhoz, és akkor ott nyugi van. Na most itt az a baj, hogy 2 éve van egy ilyen gyökértársulat, tehát az, hogyha simán fölépítettek volna ide a szomszédba valamit, mit tudom, hogy manapság már ugye 1,5 év alatt illik befejezni bármilyen építkezést, nem azért, mert siet, azért, mert így praktikus, tehát azért, mert 10-20 milliókkal többe kerül, hogyha az ember 1 év vagy 2 év alatt épít fel valamit, mint ha 1,5 év alatt építene fel. Tehát a technológia adott, tehát itt ugye idejöttek dírrel, dőrrel, hatalmas, 10 tonnás betonpumpáló, ami tényleg már nem is hittem el, mert ilyeneket, ilyen 7 emeletes házaknál láttam ilyen szivattyúzó betonkeverős megoldásokat, tehát hogy ide egy ilyen 1 emeletes, meg 2 emeletes házhoz ilyen technológiát egyáltalán ide vonultatni, ezt nem is értettem az egészet gyakorlatilag, tehát ezt toronyházaknál csinálják meg belvárosba. Na ilyenekkel jöttek ide gyakorlatilag, gyakorlatilag az egész alapot azt 2 nap alatt lebetonozták, a ház falat, a kőműves azt talán 3 nap alatt főhúzta, és egy 3 házról beszélünk, főhúzta, a tetőt talán 3 napig csinálták, tehát a nettó munka az körülbelül 2 hét lett volna az egészre, maximum 3, ha nagyon túlzok 1 hónap lett volna, még a tereprendezés jó, az legyen még 1 hét, tehát akkor mondjuk igen, maximum 2 hónap alatt kellett volna az egészet befejezni. Ehhez képest gyakorlatilag eltelt, most lesz, tulajdonképpen igen, most lesz 2 éve, hogy belekezdtek az egészbe az első kapavágástól, és most is ott tart, hogy félkész a tető, most festik a külső vakolatot, a utcafront egy hányás, egy lövészárok, az elemek a falon nincsenek meg, a drótok lógnak az épületből, de mindegy, és ugye jogos a merület felé, ez miért idegesít engem, mert a szomszéd, na hát azért idegesít engem, mert itt van egy csapat, ez egy gyanús külsejű melós, vagy 8 ember, és szinte heti szinten legalább 3-4-szer fölvonulnak, és idegesít. Tehát, hogy kinézek itt ugye a maketező szobám ablakából, kinézek, és nem egy békés, nyugodt akármi volt velem szemben, mint hogy eddig, hanem egy ilyen csorda,
egy ilyen 8-10 fős csorda, teng-leng, lézeng, imitálja a munkát, és idegesít. Tehát, hogy nincs meg az otthoni nyugalmam alapvetően. És ez zavar, és akkor inkább azt választottam, hogy nem makettezés van, hanem ezzel leültem a gép elé, és akkor jobban kikapcsolja a külvilágot. Úgyhogy ez volt a másik tényező, hogy ez egyszerűen ilyen idegi stresszt okozott, és okoz most is egyébként, mert most fejezték be, de most már úgy voltam vele, hogy most már próbálok megbékélni a helyzetet, tehát ez volt a másik tényező. Na, egyébként a múltkori szünetnél is úgy volt, hogy volt már mondom ilyen, akkor is egy makett építés közben jött rám, tehát egy ilyen első pár lépésen félbehagyott makett maradt ott egy évig. Ja, és hát az utolsó végül is, az utolsó tényező, ami egy picit úgy elvette a kedvemet, hogy ugye a harmadik komponens, vagy a másik komponens ennek a makettezésnek ugye a YouTube része lenne, vagy hát a videózás, vagy az interaktivitás, vagy egyéb, és az, ott meg az zavar, hogy nem tudok ugrani egy szintet, tehát hogy csinálom ezeket a videókat, ugye ha ritkán csináltam videót, akkor gondoltam azért nincs annyi néző, meg azért nem lájkoljátok annyian, mert hogy ritkán jelenik meg, és akkor ez a baj. Jó, akkor volt, amikor elég sűrűn raktam fel videókat, szétbontottam kis részekre, mert ugye 20 perc a menő, mert 20 percet kell csinálni, mert annál hosszabbat már nem néznek meg az emberek, ami mondjuk megint szomorú, nem tudom miért, mindegy. Úgyhogy 20 percet kell bontogatni, jó, akkor elbontom 20 percet, és akkor ha fölteszek több részt, akkor azt gondolnám, hogy akkor van egy ugyanolyan minőségben elkészített, vagy talán jobb minőségben elkészített második rész, akkor talán egy picit többen nézik meg, de nem, hanem kevesebben. Tehát, hogyha sűrítem a tartalmakat, akkor annál kevésbé nézik meg az emberek. Tehát akkor az elsőnek lesz mondjuk, mit tudom én, 200 megtekintése, vagy 300 megtekintése, a következőnek már csak 150, a harmadiknak esetleg meg csak 100. Tehát amikor csináltam a két bemutatót, meg a négy dobozbontót, vagy két dobozbontót, vagy esetleg három dobozbontót, akkor ez már öt videó volt relatíve rövid időszakonként, tehát 1-2-3-4 nap eltéréssel, és mire eljutottam az ötödik videóig, ami azért eleve nem kevés meló, tehát összevágni, megcsinálni, mit tudom én, stb. Kikorrigálni, kieditálni, valamit többször föl kellett venni, és megcsinálja az ember, és akkor azt látja, hogy egyre kevesebben nézik, meg egyre kevesebb érdeklődés mutat az egész, akkor így egy kicsit úgy elmegy a kedvem a videós részétől, mert akkor úgy gondolom, hogy akkor minek. Tehát nem mondom egyiket, ezt nem értem. Tehát ezt, jó, értem én, hogy ez egy nehéz iparág, és Hollywood egy egyszerű üzem. Tehát értem én azt, hogy nagyon nehéz megsatszolni, hogy mit tetszik az emberek, és miért nem, mert rengeteg tényező van, és ha valami nem tetszik valakinek, akkor nem tetszik, az kész. De hogy alapvetően azért nem teljesen értem a dolgot, mert velem szembe és szembe jönnek olyan tartalmak és olyan csatornák, amik meg aztán borzalmasan gagyi. Tehát, hogy eszméletlenül igénytelen. Tehát, hogy nulla tematika, csapongó témák, semmi partalan eszmefuttatások, semmi képi tartalom, az is rossz minőségben, rossz képminőség, rossz hangminőség. Én azért investáltam egy, mit tudom én, 300 ezeres a kamera, hangtechnikába, tehát próbálom jobbá tenni, forgóállvány, mifene, tehát próbálom megcsinálni. Nyilván saját magamon nem tudok egyedül változtatni, ez sajnos olyan, amilyen, vagy hát nehezen változtatható. És nem. És ott van, ott relatíven nagy nézőszámokat tapasztalok, itt meg semmit. Tehát, hogy mióta ezt csinálom, azóta igazából semmi. Hát igazából jó, némi, de nem, nincs, tulajdonképpen nincs előrelépés, mert vannak ritka, kivételes videók, amik elérnek elég nagy megtekintéseket, azt se értem miért, de mondjuk jó, a festő videóm az nyilván egy népszerű téma, az mondjuk elért egy elég nagy nézőszámot, de az összes többi az nem tud átbillenni egy bizonyos küszöbön. Tehát nem tud elérni egy bizonyos számot, nem tudja átlépni. Tehát marad ugyanazon a stagnáló, ugyanazon a szinten, pici
plusz-minusz 10-20% differenciával, de nem tud szintet ugrani. Ja, és akkor megtalálnak ilyen mókusok, azt meg nagyon imádom a... Ja igen, hogy legyen angol felirat, akkor alá teszem az angol feliratot, akkor visszakommentezi, jó, valószínű jót akart, tehát nem bántom, visszakommentezi, hogy jaj, az így nem jó, ő nem is angol, tehát ki tudja, tehát lehet, hogy aki angol, annak meg segít, tehát nem biztos, hogy annak kell visszakommentezni, tehát lehet, hogy segíteni akar, de nem annak kéne visszakommentezni, aki nem az elsődleges felhasználó. Mert de mindegy, lehet, hogy őt zavarta a felirat, ugyanakkor mindegy, nem tudom. Tehát akkor jön ez, meg múltkor a legszebb az volt, amikor az egyik bemutató, dobozbontó videó előtt bemutattam a Jackson összerakott tankot a forgóállványon, mert akkor volt új a forgóállványon, ugye ha jól emlékszem, ott el is mondtam, hogy az csak a hec kedvéért indítok azzal, és egyébként jó, annyi hiba, fektévesztő dolog lehetett, hogy a dobozbontásra váró makett volt a hátoldalán, tehát az M10-es volt mögötte, az állványon meg a Jackson volt a forgóállványon, és akkor természetesen azért, ami angol volt az a néző, rögtön megkommentálta, hogy ez se nem M10, se nem milyen makett is volt, ja nem AFV, ez nem AFV klubas, meg nem is M10-es, hanem Jackson. Tehát, hogy gyakorlatilag amikor meg a hibát kell megtalálni, meg hogy miért nem jó, arra meg van aktivitás, meg van komment, meg valószínűleg kaptam egy dislike-ot is, nem tudom, tehát hogy alapvetően arra meg van kapacitás. Amikor meg egy picit úgy, mit tudom én, jó, most eltekintve a 2-3 nézőtől, tőlük, bocsánat, nagy magukra vegyék, mert van azért 2-3, akik lelkesen kommentelgetik, meg hozzászólnak, azt nagyon köszönöm. De hogy alapvetően ez így nem halad. Tehát nem. Mert most a like, meg egyéb, meg a feliratkozás jó, az oké, okay, mert azt tényleg én is elfelejtem. Egyébként meg nem véletlen, tényleg oda kell tenni. Tehát minden videóba bele kell tenni, hogy like-old meg. Ez én is elfelejtem egyébként, tehát az tényleg ilyen az ember, hogy hülye is elfelejti, tehát nem nyomja meg. Úgyhogy azt még érteném, de a megtekintést nem értem. Mert a megtekintést, tehát akit én követek, mert érdekel a téma, annál nyilván rendszeresen megnézem, hogy mi frissül, és ráklikkelek, és minimum megnézem. Ha el is felejtem a lájkolást, de megnézem. Tehát a megtekintés számnak elvileg nőnie kéne. Na mindegy, szóval azt se értem. Jó, és akkor előzetesként, és bocsánat azért a kitekintgetésért, mert hát kicsit kitekintettünk a témából, de hát mondom, aki követem, és most elsődlegesen azoknak szóltanak, 3-4 nézőnek, aki azért követett, gondolom, talán remélem kíváncsi rám ilyen szempontból, hogy mi a repet here van velem. Ja, és egyébként még lesz egy EPA újabb műtetem is, de azzal már most nem mondhatok senkit. Folytatásban, de ez biztosan ebben a videóban, akkor majd a következő videónak készülnék egy dobozbontással, egy Dasverkes T-72M közepes tankkal. És hogy miért? Hát azért, mert ugye nekem a második világháború a témám, nem is nagyon nyúltam ki még eddig második világháborúból, talán az Apollo űrst, jaj, nehogy, igen, nehogy benne maradjanak közben, mert valaki mindjárt ide kommentelő, hogy ez nem is T-72-es, amit ott látom a kedve. Na, szóval űrtémába kitekintettem, de alapvetően modelleket nem nagyon raktam össze eddig, talán még az Apache helikopterem van. Hát most egy picit úgy voltam vele, hogy ha már itt a háború betört a mindennapokba, akkor legyünk aktuálisak. Ugye egy beszerezve van már egy Leopardom még, de most úgy gondoltam, hogy akkor nézzük meg ezt a T-72M-et. Ugye ez a verzió talán már nem harcol, de azt hiszem talán igen. Mert hogy felújított a verzió, tehát a reaktív páncélos az biztos, sőt, ha jól hallottam, ugye akkor ezek a mostani preferált modellek, de ez a régebbi, az elég hidegháborús, tehát úgyis van ez hirdető, hogy ugye hidegháborús fő harci tank, úgyhogy akkor ezt fogom most összekalapálni folytatásba. Jó, köszönöm szépen a figyelmet, és akkor érkezik majd egy dobozbontó videó is. Sziasztok!